Nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, elsőként kormány megbízott urat, másodikként a Szigetszentmiklósi járási hivatal vezetőjét, dr. Beck Máriát. Köszöntöm helyettes államtitkáromat, dr. Csonka Ernőt, aki azért jött el velem, és a múlt heti járási hivatali látogatásaimra is elvittem egy-egy kollégámat, mert hatalmas munka, szakmai munka előzte meg azt az eredményt, aminek az ünneplésére most valójában itt közösen összegyűltünk, és szerettem volna, hogyha a kollégák ugyanúgy együtt örülnek velem egy-egy ilyen látogatás kapcsán, és érzik a munkájuk eredményét. De még valóban utolsó előtti lépcsőfoknál tartunk. Az, hogy a járási hivatalok létrejöttek, és zavartalanul megkezdték munkájukat, az ügyfelek pedig semmit nem vettek észre, ez nagyon jó hír, ez volt a cél, és sikerült elérnünk ezt a célt. De az igazi cél az nem maga a szervezeti átalakítás, hanem valóban az ügyfelek számára egy olyan ügyfélbarát ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, ahol nem kell majd megtanulni, hogy mi a területi közigazgatás, milyen szakigazgatási szervek vannak, milyen új elnevezéssel, és azok hol működnek éppen, és milyen nyitvatartással működnek. Egyet kell majd tudni az állampolgároknak, hogy hol van a lakóhelyük legközelebbi kormányablak. Bocsánat. Az országban több mint 300 helyszínen fogjuk kiépíteni a kormányablakokat, minden járási székhelyen, és minden olyan településen, ahol most okmányiroda működik. Ez lesz az egyablakos ügyintézés helyszíne. Az okmányirodák azok az ügyfélszolgálati helyszínek most jelenleg az országban, amelyek a legnagyobb ügyszámmal foglalkoznak, és a legmagasabb szinten kialakított ügyfélszolgálati helyszínek. Az okmányirodák most nagyjából egy tucat ügyjel foglalkoznak. A kormányablak, amit évvégére majd kialakítunk, és egyablakos ügyintézési helyszínné teszünk, több mint 2000 hatósági ügy intézésére vagy befogadására lesz alkalmas. Ezt azért mondom el, mert ilyen óriási nagyságrend változásra kerül majd sor, és bár vannak már kormányablakaink, ilyen tesztrendszerre, úgymond csírájaként a 13 végére kialakítandó kormányablak rendszernek, de ott még csak 62 ügykörrel foglalkoznak a munkatársak, és általános tájékoztatást adnak arról, hogy mit, hol, hogyan lehet intézni. Tehát most az országban már van kormányablak, 29 helyszínen, ebből 4 Budapesten, megyeszékhelyeken működnek, és megyei jogú városokban. Azért mondom, hogy Csíra, mert érdemes megnézni, aki esetleg még nem ismeri. Ennek a mintája majd már a nagy rendszerben is érvényesülni fog. Reggel 8-tól este 8-ig tartanak nyitva, hétfőtől péntekig. Bocsánat. Tehát ez lesz az a helyszín, amivel már olyan magas színvonalú ügyfélkiszolgálást tud az állam biztosítani, amelytől azt reméljük, hogy valóban az ügyfélbarát jó államprogram eredményeit is meg tudjuk mutatni, és meg tudjuk mutatni annak az átalakításnak, a nagy-nagy történelmi léptékű átalakításnak a lényegét is évvégére, aminek mentén az elmúlt időszakban dolgoztunk. Most még szívesen visszautalnék, ha a hangom nem kezdene elmenni, arra, hogy honnan indultunk 2010-ben, milyen lépéseket tettünk, hogyan szüntettük meg a regionális állami gazgatási hivatalokat, és megyésítettük őket. Aztán 11. január 1-ével létrehoztuk a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, élükön a kormány megbízottakkal, és most 13. január 1-ével a járási hivatalokat, ami azért is történelmi, mert több száz éven keresztül működő közigazgatási egység volt,
30 évvel ezelőtt szüntették meg, és most visszaállítottuk. Egy érdekes új adatot még feltétlenül elmondanék a sajtóképviselői számára. A 175 vidéken működő járási székhelyből 45%-a már korábban volt járási székhely, illetve 83-ban és 50-ben is járási székhelyként működött. 30%-a a 175-nek 1950-ben veszítette el a járási székhelyi mi voltát. Tehát 1950-hez képest most újra a régi fényében tud a település tündökölni. És 25%-a teljesen új, korábban soha nem volt járás székhely, se 1950 előtt, se 83 előtt, most kapta meg ezt a nagyon szép és kiemelkedő rangot, ilyen Sziget-Szent Miklós városa is. Nyilván annak a fejlődésnek eredményeként, amit a város föl tud mutatni, és amelyről polgármester úrral is beszélgettünk már az okmányiroda és a hivatal bejárása kapcsán is. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, és rajta keresztül az országban valamennyi önkormányzat vezetőjének és képviselőtestületének azt a kiváló együttműködést, amelynek eredményeként semmilyen fennakadás nincs a járási hivatalok indulásánál. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, ahhoz nagyon sokban kellett együtt dolgozni. Elsőként meg kellett egyezni a kormány megbízottnak és a településnek arról, hogy kik azok a köztisztviselők, akik a feladattal együtt átkerülnek, milyen ingó és ingatlan eszközöket kell átvennünk ahhoz, hogy a január 2. indulás az valóban zavartalan legyen, és a 2763 településből, akikkel országosan megállapodást készültünk kötni, 2760-nal ez gond nélkül, probléma nélkül, az előzetes egyeztetésnek megfelelően sikerült. Nyilvánvaló, hogy nincs ennyi kormánypárti település, tehát nem lehet azt mondani, hogy mert mindenki a kormány irányában politikailag elkötelezett. Ez az ügynek való elkötelezettséget jelenti. Hogy közös érdek az egy településen, hogy az állam is jól működjön, jól szolgálja az állampolgárokat, és a polgármesternek, meg a képviselőtestületnek is elemi érdeke, hiszen az állampolgár nem fogja tudni az esetek többségében, hogy most az állam volt vele udvariatlan, vagy pedig a polgármesteri hivatal nem intézte úgy az ügyét, ahogy ő szeretné. Bár most már fölmértük, és ezt a számot sem nagyon mondtam még a sajtó előtt, hogy az összesen 198 járási hivatalunkból, ugye 175 van vidéken, 23 Budapesten, őket kerületi hivatalnak nevezzük, mert ott nem járás, de ugyanaz a feladata. Tehát a 198-ból 82 helyen az országban önálló épületet adott az önkormányzat, vagy biztosított ingyenes használatra a járási hivatal kialakítására. Nagyon sok településen éppen a régi járási hivatal épületét, amit megőrzött a köztudat és megőrzött a település, és ezt kaptuk vissza, vagy pedig új épületet, önálló épületet arra a munkára, amelynek eredményeként majd aztán évvégén a nagy változás, hogy kormány megbízott urat idézzem, elérkezzen, amikor már nem kell külön földhivatalba menni. Bár még léteznek majd a régi ügyfélszolgálatok is, lesz egy átmeneti időszak, hogy semmilyen zavar, fennakadás az ügyintézésben ne legyen, de már a kormányablak is alkalmas lesz arra, hogy földhivatali, munkaügyi kirendeltségi, népegészségügyi, és sorolhatnám még okmányirodához tartozó természetesen ügyeket is mind-mind egy helyen lehessen majd intézni. Ezért dolgoztunk tehát közösen, minden átalakításunk zökkenőmentes volt, minden feladatot kiválóan hajtottunk végre, és visszautalnék megint arra a beszélgetésre, amit polgármester úrral folytattunk,
annak eredményeként, hogy mindig megtaláltuk az együttműködést, mindig megtaláltuk a közös érdek mentén a közös munka eredményessé tételét, és ez az, amiben a járási hivatal vezetők figyelmét is szeretném felhívni, hogy mi az állam részéről ugye több önkormányzat életét, munkáját fogjuk össze, már a területi illetékesség alapján is. Azon állampolgárok érdekében dolgozunk, akik ott élnek azon a, abban a járásban, de folyamatos együttműködésre vagyunk ítélve az önkormányzatokkal, akik az, abban a járásban próbálnak sikeresen, eredményesen és jól működni. Tehát az együttműködés, a közös szolgálat, a jó államprogram, a bizalomépítése, nagyjából ezen gondolatkörök keretében próbálunk sikeresek lenni, és ez eddig jól működött. Minden egyes lépésünk eredményessége ennek köszönhető. Úgyhogy önöknek kiváló munkát, jó, sok sikert kívánok, és a sajtónak pedig remélem nem volt túl rövid, vagy túl összecsapott az a mondani való, amivel próbáltam fölrajzolni azt a valóban nagy rendszert, nagyon nagy rendszert, aminek a sikeres kialakításán munkálkodunk. Köszönöm.